Harmadik fejezet. Amilyen részletesen emlékezem e nap eseményeire eddig a pontig, olyan homályos előttem, hogy mi történt velem ezután. A délutánból még nagy darab volt hátra, és én még az éjszakát is ebben a házban töltöttem. Nem dobtak ki mindjárt, mert hiszen nem volt hamarjában más cseléd, aki dolgozzon valamennyükre, és a műhelyt kisöpörje. Egyelőre csak megvert a gazda egy vastag bottal, emlékszem a hátam csontjainak fájására és arra, hogy ordítottam, amint csak dukált, de minden meggyőződés nélkül, mert a lelkem már eltompult, a testi fájdalmat nem tudtam lelkivé átérezni. S amint egy kuncsaft miatt végre otthagyott, a legnagyobb nyugodalommal ültem vissza a lécpadra, mintha sohasem kellene onnan többet felkelni. Hallgattam, amint a gazda ott az udvarban alkodott a kuncsafttal, amint tudákosan és imponálva beszélt a belvilágról, és panaszkodott a fa drágaságára, segédekre, sőt még az én komisságomat is szóba hozta. Ezt mind, mintha kőből volnék, úgy hallgattam, meg sem mozdultam hozzá. Pedig fogalmam se volt, hogy mi lesz velem holnap. Csodálatosan sokáig hagytak ott ülni. Estig se kellettem senkinek. Vacsorát se ettem. Egyéb iránt homályos előttem ez az este. Arra emlékszem, mikor a sötét műhelyt söpörtem, a forgácsot, a fűrészport, a sok szerszámos, rófos asztalok, a készülő munkák olyan csodálatos, nagy dolgoknak látszottak, ekkor úgy éreztem, hogy sohasem tudnám megtanulni a mesterséget. A legügyetlenebb, a legsemmire való fickónak éreztem magamat. Csak akkor mentem el a műhelyből, amikor értem jöttek, hogy vessem meg az ágyakat. A gazda többet nem nézett felém. A segédek lefekvéskor mind az én esetemen tréfáltak, és még soká nem aludtak el. Nagyon jó kedvük volt. A legöregebb muzsikált is a szájával egy törött fésű fogaira szorított fátyolpapíroson. Én tűrtem mindent, és nem szóltam semmit. A legkisebb segéd, akivel egy ágyban háltam, gyertyaoltás után is sokáig nem hagyott aludni, mindig a nyakamba röhögött. Utáltam a szagát, a melegét, a teste sima érintését, és húzódtam előle az ágy sarkába a hideg fal mellé, melyről apránként lekapartam a meszet. Így majdnem az egész ágy a segédúré maradt, és mégis sokszor megrugott éjszaka. Végre elaludt. De engem a nagy hortyogása nem hagyott elaludni. Azon kívül a két idősebb segéd a másik ágyban lányokról beszélt mindenféle disznóságokat, bár máskor mindezek mellett nagyon édesen felébredtem. Ébredni. Egy csöppet sem csodálkozom rajta, hogy ez a szó jutott eszembe, bár persze sem gondoltam, hogy ami rossz velem történt, az álom lett volna, és emlékeztem, hogy mikor reggel a mesterhangjára ébredtem, az is ébredés volt, és hogy előre hogyan féltem ettől az ébredéstől. És most éreztem, hogy mindjárt fel fog minden világosodni. Milyen jó puha ez a vánkos, mondtam magamban, jól leszorítva fejemet a vánkosra, és emlékeztem, hogy máskor is így kezdődött, puha lett a vánkos, jó puha. A horkolást, a beszélgetést már nem hallottam. Egyszerre éreztem, hogy már világos van. Megfordultam. Reggeli világosság szívódott be a színes selyemfüggönyön, s a villanylámpa még égett az éjjeli szekrényen. És mintha egyúttal szellemem is megfényesedett volna, olyan öröm és szabadság fogott el egyszerre. Úgy éreztem, mint aki egy mindennapos rém karjaiból szabadul ki hirtelen, ijedten és utálattal csavartam el a villanylámpát, mint a rettenetes éj égő emlékét. Mi történt? Elaludtam égő lámpa mellett, és folytattam a régi lidércnyomást. Igen, ez az én régi álmom.
Legkorábbi gyermekkoromtól fogva mindig egy és ugyanaz, amióta csak emlékezem. Ez az, ami kínoz és gyötör mindig egész éjjel. És reggel aztán eloszlik, saját ködébe vész, és ez a köd az, ami leüllepedik mindig életem mélyén, mint a kávé alja tisztogatlan csésze fenekén, és minden örömembe beleviszi keserű ízét. Ezért álltam meg az utcán az asztalos műhelyek kicsiny homályos ablakai előtt, és néztem hosszan-hosszan le a műhelyekbe, magam se tudtam, miféle titkos emlékektől hajtva. Ezért ütött meg egy-egy csúnya kép, egy-egy durva hang, gyakran olyan fájóan, olyan ismerősen, mint a nekem is lenne közöm hozzá. Ezért volt olyan borzasztó, olyan nyomasztó, olyan eszméltető. Kincses mérnök különös visszataszító arca, igen, durva nézése, amely a mesterére emlékeztetett. Igen, 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 ezért tűnt fel néha álomnak az egész szép élet. Most megfogtam. Most az egyszer emlékszem mindenre. És akkor egy pillanatra eszembe ötlött már a borzasztó gondolat. Ki biztosít róla, hogy éppen ez a szép élet a valóság, és nem az a másik? De jól tudom, hogy ez csak amolyan filozófiai lehetőségként villant meg fejemben, mint ahogy mindig szoktam gyermekes pesszimizmussal filozofálgatni. Egy pillanatra sem gondoltam komolyan. Ugyan hogy is lehetne álom mindez, amit oly élénk valóságként látok itt körülöttem? Amit a kezemmel így megfoghatok. De viszont lehetetlen volt valami nagy valóság ízt megtagadnom az éjjeli életemtől is. Most, hogy végre egyszer rágondoltam, és nem hagytam eloszlani, iparkodtam mennél teljesebben visszaemlékezni rá, és hogy úgy mondjam, egészen beleástam magamat. És meglepett a részletek gazdagsága, amelyeken rágondolva egyre bővült és hízott ez az álom, mint a lavina. Bármelyik részbe is ástam bele, mindenütt a bányászni valónak szinte végtelen sokaságát találtam, akár a valóság emlékeiben. Már akkor kibányáztam, amennyit csak tudtam, és le is írtam, hogy el ne felejtsem megint. Jaj, bár ne tettem volna. De nem szóltam senkinek. Feltűnt a házban, hogy oly későn ébredtem. Azt gondolták persze, hogy a majális az oka, ha már elég korán hazajöttem tegnap. Már mind együtt ültek a reggelinél, mire kijöttem, és az apám tréfásan megkérdezte, na, mit álmodtál? Semmit, feleltem, és úgy éreztem, hogy a világ kincsért sem mondanám el ezt az álmot senkinek, mintha valami szégyen volna. Délelőtt a nennével a temetőbe mentünk. Ha jól emlékszem, a nagyapám halálának évfordulója volt. Míg a nenne a kripta vasrácsa mellett térdelt, a nagy fekete márvány obeliszk előtt, én szerte járattam a szememet az ő fekete alakján, a napsütött keresztekem, a gazos füvön, a mohos karikás kőtáblákon, a zörgő, száradt koszorúkon és a temetőr eltévedt csirkéjén, mely a kidőlt fakeresztek között a repkényes hantok alján tikhúrt szemelgetett. Tikhúr, tyúkhúr, a szegfűfélék családjába tartozó gyomnövény. És volt bőséges időm az álmomban áskálni. Ekkor vettem észre, hogy ennek az egy éjszakának az emléke régebbi álmaim homályos emlékezetét is magában foglalja. De nem úgy, mintha azokra most már egyenesen emlékezném, hanem úgy, hogy lassanként eszembe jutott, mi mindenből állt ki az emlékezésem az álmom alatt. Mert világos, hogy akkor nem tekintettem magam úri fiúnak, hanem asztalosinasnak, és az emlékeim is egy asztalosinas emlékei voltak. Világos, hogy arra, ami ébren vagyok, csak nagyon homályosan emlékeztem álom közben, mint egy álomra, és sokkal homályosabban, mint most erre a rossz álomra. Ellenben az asztalosinas gyermekkorára most is vissza tudtam emlékezni, mintha azt is átéltem volna éppen úgy, mint a saját gyermekkoromat.
Ez a felfedezés eleinte nagyon megdöbbentett. Hiszen ez valóban annyit jelent, hogy két életem van, két múltam. De hamar megnyugtattam magamat. Az bizonyos, hogy ez a második múltam nem egyéb, mint egy rossz álom. Talán most már többet elő sem jön, ki tudom magamból. Erős fantáziám az oka, hogy így élénk. De miért panaszkodnám rá, hogy ezt is megpróbáltam, hiszen inkább mindig azt panaszoltam, hogy az életem nagyon is egyformán, simán, jól megy. Csak a könyvekben tudtam egy kis árnyékot, egy kis változást találni. Felülkerekedett bennem a kalandvágyó gyermek. Örültem az álomárnyéknak. És mint mindenből, minden élményemből, gyermeki mohósággal akartam ebből is a lehető legtöbbet kiélni. Most a múltamba akartam beásni, a sötét múltamba és álombeli anyámra, apámra emlékezni vissza. Nehéz volt. Eleinte csak egy piszkos konyhafélére tudtam emlékezni, ahol fekete szemű, nagyobbacska leány mezítelen lábszárait lógatva ült valami ládán, és talán kukoricát rágcsált. Ez az emlék máig is talán előttem. Nem tudom miért, de mintha a temető őr csirkéjéről jutott volna eszembe. Akkor meg mintha egy szomorú utcára emlékeztem volna, sárga házakra, egy gázlámpa vaspóznájára, egy piszkos folyókára, a járda mellett, mintha nagyobb gyerekek vertek volna, mintha egy alacsony csipkés függöny ablak mögött aludt volna az anyám. Aztán, mintha sokszor láttam volna az anyámat alsó nadrágban. Egyingben, vagy egész mesztelenül is, mintha borzasztó, kínos, gyötrő volna erre gondolni. Igen, hiszen nem szeretett. Vert is kisgyerekkora van, és sokszor még azt is mondta, hogy miért nem pusztítottalak el? Aztán, de milyen volt az arca? Az arca? Erre nem tudtam emlékezni. Aztán... Igen, igen, hiszen iskolába is jártam, sohasem értettem, amit a tanító mondott, egyszer azt írtam főnévi igenév helyett, a madár röpül. Lám, erre a lényegtelen apróság milyen jól emlékszem. Hogyan kinevettek, és én nem tudtam, hogy miért. Mindig kinevettek. Aztán ebben a pillanatban a nenne megszólalt, kerüljük ezt ki Ellenért. Akkor vettem észre, hogy már hazafelé megyünk. Ő is elgondolkozva jár mellettem. A nagy temető kapunál várt a kocsi, de előbb végig kellett menni a temető árok melletti úton, mert idejövet más úton mentünk, a kiskapun jöttünk be, és a kocsi az alatt kívülről kerülte meg az egész sírkertet. Kerüljük ezt ki, Ellenért, mondta a nenne. Az árok szélén egy döglött macska feküdt. Már szaga is volt, és a legyek és hernyók nyüzsögve ellepték. Elfordítva arcunkat mentünk el, lehetőleg távolban mellette. Szinte elszorította a szívemet az a gondolat, hogy a nennének, az én finom ezüstös nennémnek is ilyet kell látnia. Milyen közönös a világ! És ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy voltak épp az álmomban. Nekem apám se volt. Mint valami nagy szégyen és mocsok öntött el ez az emlék, éreztem a megvetés, a restelkedés súlyát. Persze mennyit szenvedtem ezen is, hogy bántottak ért. Tehát ez borzasztó. Nem, jobb nem is gondolni rá. Milyen gyávaság. Csak azért is gondolni fogok rá. Csak nem fogok megijedni egy álomtól. De azért éreztem, hogy most már éppen nem mondanám el senkinek az álmomat. Felültünk a kocsira, és a kocsizás szellője egy kicsit elfeledtette velem ezeket a tárgyatlan emlékeket. Egy darabig megint boldog gyermek voltam, verseket skandáltam hangosan a lódobogás ütemére, még latin verseket is. Ovidiust, öntudatlan kéjelektem pompás memóriámban és ritmus érzékemben. Sütött a nap, és a nenne mosolyogva gyönyörködött bennem. Otthon olvasni próbáltam, de olvasás közben is a figyelmem egyre az álom felé kalandozott. Elhatároztam, hogy
Mindennek bátran a szemébe nézek, és minden új részletet, ami eszembe jutott, lejegyeztem magamnak unott, dűlöngő diák betűimmel. Tudtam ugyan kalligrafice is írni, de ezúttal, mintha a betűk is kelletlenül restelkedve sorakoztak volna. Pedig már elhitettem magammal, hogy nem restellek semmit. Szóval legfeljebb azt álmodtam, hogy asztalos inas és törvénytelen gyerek vagyok. Mi restelni való van ez? Kérdeztem magamtól, azzal a szabad elvűséggel, mely egy gyermeki nemes lelkűségem oly hamar megtanult a könyvekből. Az életben alig találkoztam még ilyen témákkal, bár ismertem az apám gondolkodását. Mégis akaratlan, nagyon rosszul estek ezek a dolgok, reám alkalmazva. De csak annyit vallottam be magamnak, hogy nagyon restelem a mester kisfiával való brutális viselkedésemet, a gondolat, hogy erre, bár csak álomban is képes voltam, igazán megalázott. Ha ez az álom még egyszer folytatódik, tettem fel magamban, jóvá teszek mindent valahogyan. Aztán elnevettem magam, hogy úgy tervezgetek az álomra, mintha valóság volna. Hiszen valószínűleg most, hogy tudatossá vált, már nem is fog többet folytatódni. Vajon eddig is oly rendszeresen folytatódott-e, mint képzelem? Lám, kincses mérnököt, tegnap láttam először az életben és az álomban, a mester, mintha már régen megjelent volna. Lehetséges, hogy az álom így megelőzze a valóságot? Mondják, hogy néha éveket álmodik az ember egyetlen éjszaka, mintha már régen történt volna, mintha az anyám nagyon könyörgött volna a mester előtt. Rólam lett volna szó. Mennyi tanulmány egy ilyen álom? Elhatároztam, hogy olvasni fogok az álmokról tudományos könyveket, és szinte örültem, hogy magamban olyan jó, megfigyelni való anyagot találtam. Most eszembe jutott az is, mikor álmomban polgáriba jártam. Mennyi tacit kaptam. Egész órákon át cingben voltam. Cingben van, rossz kedvű, szorong. Milyen furcsa, hogy én így megismertem a rossz tanuló érzéseit ezt. Azaz persze, hát ez természetes, hogy ilyent álmodom. Emlékeztem, amint a tanító kinyitva a noteszét száraz hangon mondta, elég lesz. És a nagy fakörző koppant az asztalon. Halálos csönd volt. Előre lapozott a noteszben, akiknek a neve valami későbbi betűvel kezdődött, fellélegzettek. Hátra lapozott. Mi is volt az én nevem? Erre nem tudtam emlékezni. Az anyám neve a rajztanítónak, mi különben tanárónak hívtuk, de csak polgári tanító volt. Volt egy pecsétes gyűrűje, amikor pofozott, befelé fordította a követ. 10 percekben a pajtársaim ingereltek, ugrattak. Sohasem volt pénzem kiflire. Volt egy vörösképű sanda gyerek, akinek a feje egy nagy részén nem nőtt haja. Kikből állottak elő ezek az alakok? Biztosan meg lehet találni modelljeiket az ismerőseim közt. Mint kincsest? Sírva könyörögtem az anyámnak, hogy vegyen ki. Miért nem pusztítottalak el, felelte? Többet nem is gondolok rá. Kimentem, éppen a házi orvos volt nálunk, finom, elegáns ember, fehér mellény, fekete zsakett, ezüstnyelű bot, aranykeretes, aranyláncos cvikker, friss borotválás, halk, végletekig udvarias beszéd, nagy doktori parfüm légkör. Reám ő valahogyan a párolt ember benyomását tette. Világos rózsaszín bőre, az agyonáztatott, agyonfinomított, mindenféle gyógygőzőkkel átjárt húsnak benyomását. Látszott rajta, hogy testének minden kis részét a higiéne legmodernebb szabályai szerint ápolja. Kimért diétával, mely mintha mindig mindenben betegségeket sejtene, ez bizonyos előkelőséget adott neki, aglegény volt, és mindig mindentől és mindenkitől óvatosan távol tartotta magát. Még amikor a betegnek a hátát kopogtatta, mellét hallgatta, vagy a nyelvét nézte,
akkor is valami kényes tartózkodással hajlította a fejét, és a szép, gyönyörű, gyűrűs kezét mindig, mintha valahonnan nagyon messziről nyújtotta volna az ember felé. Nagyságos asszony ragyogó színben van, mint rendesen. Édesanyám mosolyogva fordította feléje szép fejét, hirtelen és önkéntelen, kedves örömmel, mint mindig szokta, ha érezte, hogy tetszik valakinek. De Réám, ez a gyönyörű mozdulat, amelyet máskor annyira szerettem, most valami kellemetlen, szinte kínos hatást tett. Magam se tudtam miért. Elemérnek sincs semmi baja, amint látom, mondta az orvos, és leült óvatosan felhúzva a vasalt nadrágját. Mondja neki, a doktor úr, hogy ne olvasson annyit, szólt édesanyám. Mindig olvas. Képzelje, doktor úr, még ha vizitben vagyunk is. Ő azt nézi, van-e valami könyv a szobában, és sokszor abban lapozgat, ahelyett, hogy részt venne a társalgásban. Úgy? És milyen könyvek érdeklik főképpen? Szeretnék, mondtam félénken, felhasználva a kínálkozó alkalmat, szeretnék valami tudományos művet olvasni az álmokról. Nem tetszene nekem ajánlani egy munkát? Az orvos meglepetve vette ki zsebkendőjének hófehér kockáját, és megtörölte aranyláncos cikkelét, mely leesett az orráról a nagy ebédlőasztal zöld plüsterítőjére. Olyan gyámoltalanul hunyorgott így cikker nélkül a két vörös nyommal rózsaszín orranyergén. Van most erről egy divatos könyv, egy bécsi orvos írta, de az nem gyerekeknek való, különben is nem nagyon komoly tudományos értékű munka, tette hozzá. De nem tudott egyebet ajánlani. Későn ebédeltünk, lassan, nagy komolysággal, sőt ünnepiességgel, mint mindig, ha édesapám jelen volt. A nenne látta el a konyhát a nagymama felügyelete alatt, akiről még nem is beszéltem. Ez a nagymama főleg arra ügyelt fel, hogy elég bőséges legyen minden. Mikor a férje még élt, főbíró volt, valahol egy egész vagyont elfőzött a háznál, és most nálunk elég alkalma volt ezt a szenvedélyt kielégíteni, mert apám szerette a pazar, patriarkális, túlságú magyar konyhát. Ebéd alatt főleg a nagymama beszélt. Annál inkább szeretett beszélni, mert hallani szócső nélkül egyáltalán semmit sem hallott már. És csak így az asztalnál beszélhette ki magát igazán. Máskor bújtunk előle, mindig az ő lánykoráról beszélt, és ezerszer is elmondott egy-egy históriát. A kis Bösi néha valósággal illetlen volt vele szemben, csak édesapám nem mutatta soha, hogy a sok unalmas beszéd a terhére van. Ebéd után teniszeztünk. Az udvarban volt árnyékos teniszpályánk, szingliztünk a nagy böskével, akinek gyönyörű mozdulatai voltak. Nagyon szívesen néztem a mozdulatait. De a játékban nekem volt előnyöm. Erős, ügyes testem volt. Végre fáradtan, izzadva ültünk le mind a ketten a kis Bözsi mellé, aki a cica nyakára tett éppen új csokrot. Bözsi, szoktál te álmodni? Kérdeztem eltűnődve. Hát persze, és letette a cicát a gyepre. Rosszakat is álmodsz? Néha rosszakat is. Miről? Na nézd, hát milyen kíváncsi lett egyszerre az álmaimra. Na, csak mondd, miről? Hát például, hogy farkasok kergetnek a sétatéren. Hát még. Aztán, hogy egy lépcsőházban röpülök. Másról nem. Te másról is, csak hogy már nem emlékszem. És elszaladt. Később eljött Martonek főhadnagy. Az uzsonnát a parkban szolgálták fel a teniszpálya mellett. Föltűnt nekem, hogy Martonek főhadnagy nem annyira Böskével foglalkozott, mint inkább az édesanyámmal. Ez a Martonek igazán kiállhatatlan volt azzal a szépen fésült szőkehajával és affektálva figyelmeskedő modorával. Azon kívül nagyon is emlékeztetett valakire.
Édesapám sem szerette, mint általában a katonatiszteket, és jól tudtam, hogy édesanyámnak sem volt soha rokon szembes. Szegény szép anyám, bocsáss meg, hogy leírom, ami következik. Milyen szép voltál akkor, hogyan ragyogtál szépségedben és jókedvedben, hogyan örültél ártatlan és gyermeki büszkeségedben, hogy tetszel az embereknek. Mindig volt benned valami gyermeki büszkeség, és ugyanaz a pajzán fölény, amit magamban is sokszor éreztem. A tekinteted, mély kék szemed tekintete, amint mosolyogva Martonekra néztél, azt látszott mondani, amit nekem szoktál ugyanezzel a mosollyal mondani, mikor valami gyermeki csínyen értél rajta, ugye, te kis haszontalan? És talán Böske felé is akart valamit üzenni ez a tekintet, talán ennyit legalább. Látod, milyen haszontalan? Ezt mind kiolvastam abból a gazdag tekintetből. Így gazdag volt minden pillantásod. Mind kiolvastam már akkor. De amint hirtelen a főhadnagy felé fordítottad fejedet ezzel a mosollyal, egy pillanatra jól éreztem az örömödet is, a természetes örömöt, a szép asszony örömét, aki tetszik. Ráismertem arra a mozdulatra, amit reggel is láttam, amikor az orvos nálunk volt, és ami akkor nekem olyan rosszul esett. És egyszerre megértettem, miért esett olyan rosszul. És ez volt az életemnek egyik legborzasztóbb pillanata, mert ebben a mozdulatban egyszerre ráismertem arra a másikra, arra, akit anyámnak kellett neveznem álmaim életében. És akkor egyszerre, míg a vidám kacagás csengett a finom szövésű, nehéz damasztabrosz körül kába fülembe, míg az érthetetlenül mosolygó arcok fénylettek szemembe, egyszerre megriadtam a gondolatomtól. Az egész lelkem összerázkódott, mintha valami undorító piszok freccsent volna rá, az Isten tudja honnan a világból. Úgy éreztem, hogy örökre, egész életemre jóvá tehetetlen, lemoshatatlan be vagyok szennyezve ettől a gondolattól. Én tiszta és nemes gyermek, aki mindent nemesnek és tisztának tudtam körülöttem. Hirtelen felfedeztem, hogy mindez a ragyogó tisztaság, még a legragyogóbb és a legtisztább is, titokzatos módon rejtett, undok mocsokkal van a legszorosabban összevegyülve lelkem ismeretlen mélyein. Ez olyan borzasztó volt, hogy egyszerre nem tudtam figyelni és gondolni semmi másra. Egyszerre szórakozott lettem és ideges. Kacagást, tréfát nem hallottam, a derült arcokat nem láttam többé. Néma lettem és komor. És észrevették, a nenne észrevette, hiszen úgy ügyelt rám most is, mint egy apró kis babára. Hallottam, amint súgta az anyámnak, ez a gyerek olyan krantlich lett egyszerre, bágyat, beteges kókat. Valami bajod van? Kérdezte halkan az édesanyám. Máskor a világért se vallottam volna be ekkora társaság között semmi gyengeséget, de most valami érthetetlen daccal feleltem. Fáj a fejem.